Mi történik akkor, hogyha van egy jól működő közösség, amiben van egy konkrét olyan személy, vagy egy olyan konkrét csoport, aki egyértelműen tönkreteszi ezt a közösséget, akkor mi keresztényként a tennivalónk? Nagyon érzékenynek kell lenni, hogy észrevegyünk, hogy rábukkanjunk időben arra, hogy nehogy véletlenül kialakuljon ez a közösségen belül. Ha jól működő a közösség, akkor ennek a gátszabása, megakadályozása is sokkal könnyebb és egyszerűbb. Hogyha például egy osztályban van egy nagyon problémás gyerek, aki az egész iskolának a hírnevét is romba döntheti, akkor az a feladata az iskolának, hogy ott tartsa a gyerekek között? Hogyne. Tehát nem szabadulunk meg a problémáktól, fölvesszük. Tehát az embertársiasság mindenképpen azt jelenti, hogy nem eltávolodunk a problémáktól, közel megyünk hozzá, résztvevői leszünk. Csak így születhetnek igazi emberi és jó megoldások. Az elején kell figyelni és látni a dolgokat, mert hogyha elfajult, akkor ott már nagyon nehéz bármit is. És nem tudom így megjavítani a dolgokat, mert hogy akkor már olyan sebek keletkezhetnek emberekben, amikor ők is bizalmatlanná válnak, és aztán már nekik bármilyen közösségben nagyon nehéz lesz bekapcsolódni, hogyha egy már kiutált őket. Van vajon példa arra, így a köznapi életben, hogy valakit így kijelölnek, és akkor elkezdenek bántani? Van az osztályokban ilyen? Remélem, nincs. Igen, de a közösségek tudnak. Tudtok olyan történetet vagy példát, amikor így valakit kijelöltek hibásnak? Például szerintem a magyarság körében a cigányság egy ilyen kérdés, hiszen valamennyire ők egy kicsit különállóként tekint rá kis a magyarság, és néha bűnbakként jelennek meg. Ilyen történt a II. Világháború előtt alatt zsidókkal. Őket is megbélyegezték azzal, hogy megfeszítették az Isten fiát, és mekkora bűnösök, és mindent rálőcsöltek az összes társadalmi problémát. És rajtuk vezették le a mérgüket. Ez egy jelenség. Fármakosz jelenségnek szokták általában nevezni. A fármakosz, ugye a gyógyszertáraknál lehet, az méreg, az egyik jelentése szerint, de gyógyszer is. Tehát egyidejűleg ez is, meg az is. Tehát amikor kijelölnek valakit ilyen értelemben bűnbaknak, akkor ő nem csak rávetítik minden bajukat, ugye a természeti népeknél, de a mitológiák egész sorában föl lehet fedezni, még a Shakespeare drámákban is föl lehet fedezni ezeknek a jelenségét, meg hát a mi hétköznapjainkban is nagyon. És amikor rávetíti az összes bajt erre, mint egy néven nevezve az ellenséget, akkor az ő eltávolítása, kivégzése, kiközösítése, bármilyen értelemben való elűzése, megnyugtatja a közösséget. A zsidóság is ezt tette Jézussal? A zsidóság is ezt tette Jézussal valóban, hogy, és nagyon sokan kezelik úgy Jézus kivégzését, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen fármakosz. Én abban bízom, hogy Jézus nagyon tudatosan vállalta ennek a logikának ezt a szereplőjét, mint egy, és innen kezdődik a nagyon fontos keresztény mondani való, hogy mintegy elkülönítsen minket ettől, és azt mondja, hogy ilyet ne csináljanak az ő követői soha. Hogyan lehet megakadályozni ezt? Ki kell állni azok mellett, akiket a közösség ki akar jelölni, úgy, mint fármakosz? Valóban ez a jézusi modell is. Ugye? Tehát Jézusnál nagyon gyakran látjuk azt, hogy éppen a kiközösítettek mellé, éppen azok mellé áll oda, akiket ugye a köztiszteletben állók, vagy a hatalmasok, vagy az elfogadottak, vagy a törvény emberei kiutáltak, lenéztek, kiközösítettek. Jézus ezek mellé áll oda, nem csak a betegek, leprások mellé, hanem például olyan emberek mellé, akik politikailag gyanúsak voltak, vámszedők,
a társadalmi rétegnek a legalján levő szerencsétlen emberek mellé odáll, és valószínűleg ezt a jézusi modellt kell minden áron követnünk nekünk akkor, hogyha keresztények szeretnénk lenni.